A koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzsügyeleti központjának vezető helyettese a szerdai online sajtótájékoztatón ismertette a keddi nap statisztikai adatait, amelyből kiderült, hogy 24 óra leforgása alatt 166 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta ez idáig összesen 24.298 rendőri intézkedést végeztünk a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 123 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a rendeletben meghatározott közterületen, illetve nyilvános helyeken. 18 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 40 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 65 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. Az alezredes hozzátette, szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és azok várakozó helyein 9, üzletekben, bevásárlóközpontok területén 34 ember ellen intézkedtek az említett időszakban. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig összesen 825 rendőri intézkedést végeztünk. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 214 esetben volt megállapítható, míg az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 611 rendőri intézkedést végeztünk. Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzit szabályokat megsértőkkel szemben 83 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 11.483-szor intézkedtek. A november 4-i kijárási korlátozás, illetve jogutódja a november 10-én 24 órakor hatályba lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta összesen 36.202 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok a közterületi csoportosulások megszegőivel szemben. Arra a kérdésre, érzékelhető esetleg az emberek türelmetlensége a járvánnyal összefüggő szabályok megsértése miatti rendőri intézkedések számában, az alezredes azt mondta, értékelésük szerint az emberek megértették, miért volt szükség a korlátozó intézkedések bevezetésére tavaly novemberben. Hozzátette, nincsenek kimagasló értékek a szabálysértések napi adataiban és a különböző szabálysértések között sem. Kis Róbert megköszönte az emberek együttműködését és türelmét.